Univerzum egyik alap művére, a Bélát itt ne keresétekre is fölhívta a Zsocsk kolléga a figyelmünket, úgyhogy most már legalább három dalt hallgathatott, aki most ismerkedne a is szerző és előadó és művész tevékenységével az újra összeálló a GM49 a zenekarról van szó természetesen. Na, de a lapszemlézzünk. No, hát az én kezembe éppen elsőnek a népszava került bele, és hát az elkezdett, ja igen, itt van csak elkezdett itt fehér ember nézni, homokórát játszani, azt mondja, hogy véget vetnének a profitok kilapátolásának, ez egy fontos információ, mert hogy Janet jelen történelmi lépésnek nevezte a világ legfejlettebb hét országának a g 7 pénzügyminisztereinek hétvégi megállapodását a globális társasági minimum adóról. Két fontos döntés született. A multiknak abban az országban kell adózniuk, ahol a profit keletkezik, illetve a nyereségadó nem lehet alacsonyabb 15%-nál. A megállapodással elvileg két csoport jár rosszul: az adófizetéssel trükköző múltik, illetve az adóparadicsomok, amelyek ugye hát mesterségesen alacsonyan tartották a társasági nyereségadót. Egyébként minden olyan ország adóparadicsom, ahol az adó nem éri el a 10%-ot a társasági adó mértéke, hát Magyarországon ez mi furcsa módon 9%, így hát mi természetesen ellenezzük ezt a történelmi megállapodást, mert akkor 9 re kéne nekünk is emelni a társasági adót. No, hát ez a népszavában nálad. Ha már népszava, kicsit visszatérnék, mert tegnap kaptam egy kritikát, felbosszantott egy népszava cikk, és amelynek az volt a címe, egészen pontosan mondom, hogy drágább lesz a külföldi nyaralás, mint bármikor, amely teljes egészében arról szólt, hogy gyengül a forint, és hogy mi, le, mi várható a forinttal, és egy hallgató azt írta, hogy a... azt mondja, hogy Igen. Kedves Gábor, annyi, azért annyira nem áll távol a valóságtól, az a népszavás cikk, mint amilyen dráma jön elő, adtad a valótlanság uh, um, Nek a cím volt egész egyszerű átverés, meg nem is igaz, én csak ennyit mondtam. Maga a cikk, amiről szól, az, hogy hogyan gyengül a forint, meg hogy meg a forint hogyan gyengült az elmúlt két évben, meg a szakértők is nyilatkoznak benne, az egy teljesen normális cikk. Én csak a címre mondtam, hogy teljesen félrevezető, tehát teljesen más Rosszul, és amúgy pedig a drágább lesz a külföldi nyaralás, mint bármikor, az meg nem igaz. Erre hallgató azt írja, hogy a saját tapasztalata szerint igaz, én meg merés, bátran állíthatom, hogy már tavaly is egy átlagos magyarok által is látogatott külföldi tengerparti szállás az jóval olcsóbb volt a járvány miatt, és ez az alácsökkenés ez jóval nagyobb volt, mint ami az elmúlt két évben például a forint árfolyamán látszott, tehát most már bőven 10%-on belül van a két év képest a gyengülés, és ennél sokkal nagyobb átcsökkenések vannak, mint a görög, mind a az olasz tengerparton, Horvátországban állítólag, ugye azt nem annyira ismerem, ott kicsit kisebb a csökkenés, sőt vannak stagnálós részek is, de ezt már én is szakértők felmérés alapján, meg aztán a szálláspontúnak volt erről egy információja, ők elég nagy rálátásuk van sokat adnak, illetve közvetítenek ott, úgyhogy összességében a címnek végül is a beltartalma igaz volt, csak a cím, merre jeleztem azt, hogy az Ingen. egyrészt nem igaz, másrészt átverés, mert nem arról szól, de akkor ennyit csak visszamenőleg. Az m hogy a maiakra is átérjünk, az m vezetője a foci üzleti modellekről szól, a, egyrészt ugye most volt a Bajnokok Ligája döntője, másrészt van egy érdekes csapat egy feljutó az angol másodosztályból a Brentford amely a következő évben egy szerény 100 millió fontot kap és a Bajnokok Ligája döntőseivel szemben egy teljesen másfajta üzleti modellt képvisel, a szerző szerint a futball kívánatos üzleti modelljét, és ezeket veti össze a m a cikke részletesen, tehát ha valaki erre kíváncsi, ez egy érdekes információ. 24 pont. Na, fó, azt igen. nem világgazdaság. Jó, akkor mondd a Építőanyag. Tovább turbozza az építőanyagok drágulását a világpiacon kiarakult kritikus nyersanyag hiány, valamint a hirtelen jelentkező kereslet Tavaly őszóta háromszorosára drágult az acél, duplájára a műanyag alapú építőipari termékek, hőszigetelők, homlokzati ragasztók és egyebek alapjául szolgáló poripropilén, polietilén és az EPS gyöngy is. Írja a világgazdaság Tibor Dávidra az Évosz hazai építőanyaggyártó tagozatának elnökére hivatkozva a magyar acél és műanyag termék árak a lengyelországihoz, a szlovákiahoz és a románhoz hasonló mértékben, vagy annál kevésbé emelkedtek számol be erről tehát a világgazdaság. Aztán ugyanez alapír arról, hogy kétszámjegyű béremelkedés jöhet jövőre. Átmeneti megingás után visszatérhet a korábbi erőteljes bérdinamika. Ez Perlusz László a vállalkozók és munkáltatók országa szövetségének főtitkára mondta a lapnak, mert hogy megint lesz majd munkaerőhiány, és a szociális hozzájárulás adó tervezett csökkenése is kellő támasztathat a keresetek 10% fölötti növekedési ütemének. A válság sújtott a szektorokban pedig még ennél is drasztikusabb fizetésemelésekre kerülhet sor. Uh -huh. És akkor a 24.hu egy fideszes képviselő családjának a gazdagodását eh, elemzi. Az elmúlt napokban ugye a sajtó eh, sok mindent eh, meg tud írni. A cég beszámolók alapján, amelyeket elvileg május végéig közöltek a vállalatok, már aki nem kért halasztást, mert igazából erre van mód és sok nem érkezett meg, és Horváth István képviselő. Nél is nyilvánosak az adatok, úgyhogy ez alapján göngyölítették föl, hogy mitől és hogyan milyen támogatásokból, meg a feleség, feleség nevén levő céghez érkező rendkívül sok pénzből hogyan épített milliárdos birodalmat a képviselő, úgyhogy ez meg a 24 pont a reggeli cikke. Ugye nagyjából ezeket, hú, ha várják, ilyen 49 es üzenet érkezik. Jaj, akkor jó legyen, hát plusz, plusz, plusz egy, a, plusz, egy ráadás, tehát nyilván akkor a Bréko Bréko eh, CB Rádió híradó címűt, és akkor szerintem, a, ha nem is a teljes GM49 életművet, de egy, a best of azért megemlítettük, úgyhogy valóban jöhet a tőzsdei összefoglaló azonnal. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A negatív tartományban stagnált a BUX, a budapesti törzsdi irányadó mutatója 48.255 ponton, mert 5 század százalékot esett. Ez úgy jött össze, hogy a vezető papírok közül kettő is nagyot esett, a MOL egész 2 ot a Richter 2,3-at, a MOL 2390, a Richter 8050 forinton állt meg végül, de az OTP tartotta a piacot, mert hogy majdnem 2%-ot drágulva 16605 forintra ment, ez képest a Magyar Telekom félszázalékos gyötrődése és 408 forintos záróára nem osztott, nem szorzott. És hát érdekes hírek jöttek ugye a Plus-ról is, ott profitrealizálás volt, 3,3%-os mínuszban zárt a papír végül nagy forgalom mellett. Nézem, hogy volt-e érdemleges esemény még a kisebb és közepes papírok között, de hát a Masterplaston kívül az Akkóban volt nagy forgalom, az 3% feletti mínuszt szedett magára a tegnapi tőzsdei kereskedésben, úgyhogy tiéd a pálya, Gábor, nemzetközi szinten. Hát egy összevisszaságot láttam a Wall Street-en, Street illetve, hogy tőled idézek, egy Átvettük ezt, annak idején sokat mondogattad, aztán miután én átvettem, leszálltál róla, úgyhogy tovább. Hát nyilván, a... mert meg kell újulni igen, folyamatosan, igen, én igen, örülök, igen. hogy tudok hozzájárulni szókincsetek és kifejezési eszköztáratok és verbális só készleteteknek a gyarapodásához, de ha beteljesítettem egy-egy kifejezéssel a küldetésemet, akkor hátrébb lépek. Szóval hadd köszönjem meg ismét, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt tőled megtanulhattam az egy sima, egy fordított kifejezést arra az esetre, hogyha a Wall Street indexei eltérő irányba mozognak, és ez volt a helyzet a tegnapi kereskedésben is. A Jones esett, S&P esett, a Nasdaq viszont emelkedett és ezzel csökkentette az idei lemaradását, mert hogy 13% pluszban van a Dow Jones, 12%-ban az S&P, és már majdnem 8%-os a nevezeteknek az idei növekedése. Úgyhogy nagyjából az volt, hogy az előző kereskedési napon, az mikor is volt, múlt csütörtökön? Hogy is volt? Na minden esetre, ahhoz képest is kitartotta a technológiának a Lendülete, és így erősen indította a hetet. A részvények többsége esett, és a szektorok is vegyesen mozogtak, 11 nagy szektor van az S&P Indexben, és ebből 7 ment lefele, 4 emelkedett összesen így jött össze ez az egy sima, egy fordított vegyes felvágott. Nem voltak kiemelkedtek, illetve a nagy cégek igen, kicsit emelkedtek, csak a Facebook 2%-a az már jónak számít. Ami nagy ugrás volt, az a Biogen, amely majdnem 40%-ot ment arra, hogy az Alzheimer korra készülő gyógyszere megkapta a jóváhagyást és ez a többi biotech céget is fölfelé mozdította. A Moderna emelkedett még nagyon nagyot a csúcsról, ezt is csak onnan láttam, hogy az én kicsi portfóliómban benne van, de nem néztem utána, hogy mi történt. Simán úgy volt hát voltam engedélyeztették vele, hogy... a valamilyen forgalomba hozott azt a láttam, Azt láttam, de az már... Benne... arra úgy éreztem, hogy az nem hír, mert benne van a pakliban. Tehát, hogy mennek a Pfizer után, és a Moderna és a 12-15 éves korosztálynak engedélyezteti az ő vakcináját, de erről már korábban olvastam, de lehet, hogy ennek örültek meg. Szóval furcsa volt, mert csúcs, csúcsról tudott újabb 7%-ot emelkedni, úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt. Én lefeleztem anélkül, hogy elolvastam hogy mi történt, mert kicsit már úgy sok volt a minimális pozíciómat, amilyenek nekem mostanság vannak csak, úgyhogy ezt láttam még, ezt is csak a... Nem, az, hogy kicsit félreértettük egymást. Na. Kereskedelmi forgalomba kerülhet a moderna oltóanyaga. Azt És is láttam, nem... igen, igen. De, egy csomó országban. Igen, de ez, ezt is már bejelentették korábban, hogy ezt tervezik, de egészen konk jó Lehet, hogy az, hogy megnevezték, és Magyarország is benne van például, ez a magyar sajtóba is végigment. Uh, lehet, lehet, hogy ennek örültek meg. Na mindegy, nekem, nekem ez... Hát, hogy de... egy tucatnyi országot neveztek, meg azért gondoltam, hogy csak hat a befektetőkre, uh -huh. ha ilyen jó hírt kap egy társaság. Uh -huh. Persze, sokan el is gondolkodtak erről itthon is, hogy akkor ennek. Ez most mit jelent, hogy akkor uh, magyar, magyar oltóanyaggyár majd termeli a Kínai a a kínai meg technológián, meg, meg igen, a, és ha valakinek meg nem tetszik, akkor meg majd pénzért vehet pfizer és modernát, de hát ezt szerintem még nem tudhatjuk, ez is túl gondolkodás, de hát ez következett ebből, hogy pénzért is adják, nem csak az állami elosztáson keresztül majd a Moderna vakcináját. Na minden esetre, ennyi volt a tőzsdei összefoglalom. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben a schmidt fotóját látjuk most, akkor ez, na, sokszor, kollégát, mert akkor ez, ez, egyértelmű célzás, ugye? Igen. Uh -huh, jó, oké. Okay. nekem már ő jelezte, hogy ő lesz de plusz információt nem adott, úgy, hogy a szokásos felmagasztalást későbbre fogjuk halasztani. És a... Ha megtudunk róla többet, mert az, hogy ma jó reggelt, ma én leszek, ez ebből nem tudok ostort forni, nagyon sajnálom. Ez lom. szokatlanul karcsú tőle, mert hogy az álmosság mutatóját is szokta közölni veled ilyenkor, és ezt most elhallgatja. Hát neki, Na... hogy most kávé, vagy te mm -hmm. tegnap szerkesztett, vagy nem, ma lesz minden frissen, tehát egy, egy, csomó minden információval kiszokott tömni, de hát most ez Na, elmag. jó, akkor kíváncsian várjuk, és ítéljük meg együtt, és mit a együthatóját. együtthatóját. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.